Koszorú Csaba elmondta, a Kolping iskola pedagógusa, Szabóné Barabás Edit fordult azzal a kéréssel hozzájuk, hogy tartsanak BMX bemutatót a Kolping napok keretében. Örömmel tettek eleget a felkérésnek. A bemutató előtt felállítottak egy kiugró elemet. Egy Titanic elnevezésű, na mi neveztük Titanicnak, elnevezésű kiugrót, az egyébként egy igen nagy elemnek számít. Ugye itt kb. 20-30 perc az összerakása. Hát ez arra való, hogyha jönnek a bringások, akkor olyan lendületet adjon fölfele, hogy aztán abból az ugrásból egy igazán látványos ugrás legyen. Van ennek egy olyan része, ami kiugrik a bringás, és van egy asztal része, amire esetleg, hogyha nem ugrik elég hosszút, akkor nem történik, be le tud érkezni, de van egy érkező része is. A sportolók azt mondják, hogy e rámpa átugrása közben olyan adrenalin töltetet kapnak, amiért megéri kockáztatni a testi épségüket. A 18 éves Dér Márton 8 éve teszi ezt. Először a játszótéren jártunk le biciklizni, aztán hát így lett egy baráti társaságunk, és akkor abból lett ez az egész. Hobbi szinten járva néha a barátaimmal, de amúgy már nem nagyon üzem ezt a sportot. Mit szóltak a szüleid, amikor látták, hogy ilyeneken ugrat? Beletörődtek. Tört már össze valamit ebből? Kifolyólag? Őszintén még semmi. Még semmi? Még semmi. Bukám egyszer kiment, és igazából ennyi. Most is egy fogtörés volt éppen, meg ilyesmi, szóval azért vannak gondok néha. Aha. De egyébként mit érzel közben? Adrenalint. Izgalmat. Úgy 2,5 éve a barátaim elkezdték, és akkor gondoltam én is. Nagyon jó érzéssel tölt el így az egész, és ilyen adrenalint én is. Egyszer ment ki a bokám, de csak egy kicsit, szerencsére. Bátorság kell hozzá, meg kitartás. De nem ilyennel kezdtek a semmit? Nem. Hanem? Hát így először csak így az utcákon mentünk, utána volt még a szexuális. Volt, hogy lépcsőn is lementetek? Persze. A korláton még azért én nem, de ismerek olyat, aki igen. Uh-huh. És így a lépcsőkön is csak leugrálunk, meg ha tudunk, akkor fel. Mennyi gyakorlás szükséges ahhoz, hogy úgy érkezzünk innen le, hogy ne törjük össze magunkat? Hát minél fiatalabbak vagyunk, annál jobb, és rugalmasak is vagyunk. Azt gondolom, hogy ha igazán belendül valaki, akkor akár egy pár nap alatt azért rá lehet érezni, aztán, hogyha igazán magas ugrásokat, akkor ahhoz azért több gyakorlás kell. Tehát és amennyire lehet egy folyamatos, mint ahogy mindenhol máshol, minden más sportban is. Van itt több lépcsőbe lehet becsatlakozni, hogy az extrém sport szakosztály az picit az idősebb korosztály, de itt nem azt értem, hogy 20 év fölött, vagy hanem nyugodtan lehet jönni akár 10 éves korta, vagy 10 éves kor alatt is. Tehát ha már stabilan tud bringázni az illető, kislány vagy kisfiú, akkor nyugodtan jöhet, mert ezek erre föl lehet gurulni, nem kezdem feltétlenül átugrani, de van egy ilyen bringasúli szexár nevezetű kezdeményezés, amit Elter Balázs és Abján Gábor, aki egyébként az extrém korszakosztály megbízott vezető helyettesi pozíciójában van, ők csinálják, és ők hívják a pici, igazán kicsiket arra, hogy ezen a képzésen részt vegyenek. Tehát egy kis pici bringára rászoktató képzés, és különböző ilyen akadálypályákon vesznek részt, hogy mennek végig, és az a lényeg, hogy minél stabilabban tudjanak bringázni. Aztán, ha ebből kinőnek, esetleg akkor szeretettel lehet itt is repkedni. Szakosztály tagok az olyan 30 környékén vagyunk, akik azért tudnak jönni és alkalmasak tényleg arra, hogy biztonsággal kirepülhessenek ezen a kiugrón, de nagyon sokan. Én azt gondolom, hogy tolna egy ilyen több százra tehető ez a létszám.